Krisztus szeretetével köszöntelek titeket, sok áldást kívánok erre a mai vasárnapi délutánra is, jól tettétek, hogy eljöttetek. A házasság hete van, és ehhez igazodva fog elhangzani most üzenet, de aki még nem házas, ne kapcsolja ki a biztonsági vételen, kapcsolja be és figyeljen, mert nyilván amiket el fog mondani, az a kapcsolati dimenzióban is nagyon hasznosak tudnak lenni, vagy felkészítésként jól jönnek a házasság előtt. Tehát mindenképpen lesz üzenet mindegyik ütöknek. Megnéztem ezt a képet, nagyon szép jegygyűrűk vannak itt, egészen gazdag jegygyűrűk. Vagy láttam fehér arany, meg nem tudom, valami nagyon érdekes betét, meg van rajta valamilyen ékkő is. Amikor mi házasodtunk, ennél sokkal szerényebben tudtuk ezt megoldani. Sokkal kevesebb pénzünk volt, annak is örültünk, hogy vékonyabb gyűrűt tudtunk vásárolni egymásnak a feleségemmel. És amikor láttam másoknak a jegygyűrűjét, hogy vastagabb volt, meg szélesebb volt, akkor én elkezdtem gondolkodni, hogy hát nem is olyan szép az jegygyűrű. Hát lehetne ez vastagabb is. És így magamban elkezdtem zúgolódni. Aztán jött egyik régi barátom hozzánk, még a diszkós korszakomból, és beszélgettem vele, tél volt, és el akart indulni, és nem indult be az autója. Bütykölte, nézte, szorította, nyitotta, piszkálgatta, és nem indult be a kocsi. És akkor hát én úgy voltam vele, mondom, hát bizonyságot tettem Jézus Krisztusról, itt a lehetőség, hogy valami csodát mutasson neki. És akkor hát nagyon indulottan élek, hogy imádkozom azért az autó, hogy beinduljon. De vívultam hitetlenség között, tudjátok, ismeritek ezt, amikor szól a Szentlélek, és akkor meg kell harcolni, hogy akkor utat engedsz a Szentléleknek. És mondtam neki, hogy te figyelj ide, hát az úr meg tudja neked gyógyítani ezt a kocsit. Mondom, hát egy próbát megér, mondta, hát végül is igen. Rátettem a kezemet a kormányra, meg a váltóra. Az Úr Jézus nevében indulj el! És beindult, és beindult az autó. Mivel segítettem bütykölni, kimentem a hóba, megmostam a kezemet, leláztam a kezemet, és akkor bementem. Sötét volt már. Igen, amikor bent vagyok, és nézelődök, akkor veszem észre, hogy nincs meg a jegygyűrű. Valószínűleg, amikor megmostam a kezem a hóba, és leráztam, akkor kicsit lazábban volt a gyűrű, leesett a jegygyűrű. Tehát se vékony jegygyűrűm, se vastag jegygyűrűm nem lett. Még azt is elvesztettem, amin volt. És akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy valami tört aranyat, összeszedünk ott mindent a családba, és akkor majd beolvasztatjuk a Mónika jegygyűrűjét, meg ezeket a tört aranyokat, és akkor valahogy csináltatunk valami jegygyűrűt. De végül is úgy voltunk, hát imádkozzunk már azért. Hát, ha megtérek, és akkor mikor megbántam a bűnömet, és beismertem az elégedetlenségemet, meg hogy nem voltam hálás azért, ami van, hanem mást akartam, hogy hagyjunk mégis csak időt az Úrnak, ha lesz a kocsit beindított, a hátam meg lesz a gyűrű is. De hát gondoljatok bele, hogy hó, az autók jártak, ott beletaposták ott a havat, meg minden, de vártunk két héttel el. Közben pedig nagymamám nagyon aranyos volt, azt mondta nekem, hogy kisfiam, nekem a gyűrű már nem ment az ujjamra, hogy mégiscsak legyen valami az ujjadon, lássák, hogy jegyben jársz, odaadom neked, na most az a jegygyűrű háromszor vékonyabb volt, mert elkopott már, mint az enyém volt, de én boldog voltam a háromszor vékonyabb jegygyűrűnek is, és akkor azt hordoztam, és mindig láttam, hogy jaj, uram, bocsáss meg. És akkor mint az Isten, a Szentlélek indította édesanyámat, hogy menjen ki egy napon, két héttel később, vagy ott ebben az időtávban, hogy mégis kereste, nem találta, de hogy indította, olvadt már a hó, és indította a lélek, hogy menjen ki. Kiment, hogy körülnézzen, és megcsillant a jegygyűrűm az olvadó hóban. Ugye ennek nem sok esélye van, megtalálta, és mai napig is ezt a jegygyűrűt hordom, Isten hálás vagyok. Na, ugyanígy lett a házastársakkal is, igaz? Tehát amikor meg akarod szerezni a házastársadat, aj, a világszerelme, hát aj, csak az enyém legyen, aj. És amikor megvan, akkor meg megkísérte az ördög, hát lehetne kedvesebb is. Lehetne csinosabb is, lehetne ez meg az meg amaz, és lehet, hogy őt is megkísérte az ördög, hogy te is lehetnél kedvesebb is, meg nem tudom milyenebb is, és akkor lehet az ember, bejöhet a szélbe zúgolódás. Ilyenek vagyunk, hajlamosak vagyunk arra, hogy amivel rendelkezünk, amit megadott nekünk már az Isten, nem értékeljük. Hanem úgy a falral állunk neki, és elkezdjük a kritikákat megfogalmazni, és ez elpusztítja bennünk
a másik ember iránti tiszteletet, megbecsülést és a szeretetet. Elkezdi megenni ez a démoni erő, ami aztán megjelenik bennünk, az elégedetlenség, zúgolódás, mindig másra vágyás, és felemészti az ember lelkében, szívében azokat az Istentől való szép, kedves érzéseket, indulatokat, amely építi és gazdagítja a kapcsolatot. Hadd olvassak két helyről igét nektek ehhez, a János evangéliumából, először a 13. részből, majd a Péter apostol első leveléből, az első fejezetből, a 22-es verset. Először János 13:34-35. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Tehát mi igazolja a Krisztus tanítványát? Bátrabban. A szeretet és? Hát úgy általában a szeretet mi van itt leírva? Az egymás iránti szeretet. Na, a szeretet lehet ilyen szentimentális is, nem? Hát én szeretek mindenkit, legfőképpen magam. Szoktam mondani, ilyenkor mi lenne velem nélkülem, tudod? Öntelt felfalkorottságomban mindenki rossz, csak én vagyok jó. És én nagyon jól el vagyok magammal. De hát a Biblia nem ezt mondja, hogy magamat kell szeretni, hanem igazán a tanítványi szeretet abban nyilvánul meg, hogy már van annyi töbletem, hogy jut másnak is belőle. Igaz? Ez a gazdagsága az, amiről Jézus beszél, és azt mondja Jézus, hogy az új szövetségben ő hozott egy új parancsolatot is. Ez új parancsolat pedig a szeretetnek a parancsa. Ez a legalapvetőbb ismertető jegye azoknak, akik Krisztus tanítványai. És akiben nincs meg ez a szeretet, a Biblia azt mondja, hogy nem ismeri az Istent, és nem is szereti az Istent. Kemény, nem? Viszont aki ismeri az Istent, és közösségben van Jézus Krisztussal, a Biblia pontosan azt mondja, hogy ez a szeretet pedig nemhogy el fog kopni, hanem növekszik, gazdagodik a szellemében, a szívében, és ránéz a gyűrűjére, és azt mondja, ó, halleluja. Vékonyka, soványka, de az enyém. De az enyém. Az enyém. Isten nekem adta, halleluja. Van azóta mellett egy ezüstgyűrű is, ez meg azért, mert 25 éves házasok már elmúltunk. Áldassék az Úr drága neve érte, hogy megajándékozott engem is egy kiváló segítőtársal. Péter apostol ezt mondja, figyeljetek, itt már azért van egy kicsit ilyen nagy takarítási jellege is a dolognak. Figyeljetek rá az igékre, tisztítsátok meg lelketeket. Tisztítsátok meg lelketeket. Az igazság iránti engedelmességgel, kép mutatás nélküli testvérszeretetre. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Tehát látjátok, hogy itt van egy folyamat. Először is azt mondja, hogy le kell hántani a lelkünkről, a szívünkről, a rossz motivációkat, az önzést, az egoizmust, sok minden olyan dolgot, az elégedetlenséget, az ugolódást, ami akadálya annak, hogy ez a szeretet egyáltalán láthatóvá váljon, érzékeltővé váljon mások számára. És aztán azt is mondja itt a Szentírás, hogy egymást hogyan kell szeretnünk? Kitartóan. Mikor van szükség kitartásra? Hát amikor hosszan kell valamit csinálnunk. Hosszú ideig van szükség valamire, és esetleg nem biztos, hogy már olyan könnyű. Ugye, mondjuk 20 fekvőtámaszra van kalibrálva, megcsinálja 10-et, 100-at is meg tudnék, 15, lehet 50 lenne ebből, 19, jó lesz, a 20 meg lesz. Tehát ugye ez a kitartás, ez akkor lesz nyilvánvaló, amikor meg van feszítve kicsit a szeretet határom, és túl feszítik annál, ami van. De azt mondja a Szentírás, hogy tisztítsuk meg a lelkünket, és engedelmeskedjünk a Krisztus igazságának, és mint Krisztus tanítványai, ne legyünk képmutatóak, hanem képmutatás nélkül szeressük testvéreinket,
méghozzá tegyük ezt kitartóan, tiszta szívből, tiszta szív. Úgy szeretem a testvéremet, hogy nincs benne semmi hátsó szándék. Nem akarok tőle semmit. Nem akarom tőle a visszaigazolást a saját lelki lukaimra. Nem akarok elérni, kapni, adni, eladni semmit. Szeretem azért, aki ő. Tiszta szív, nincs bennem hamis motiváció. Tényleg az van, amit mondok. Nincs mögötte hátsó szándék. Tiszta, átlátszó. Lehet tudni, hányan állunk vele. A házasságról azt írta valaki, ezt a megfogalmazást írta, hogy gyengétségen alapuló egység. Nagyon tetszik ez a megfogalmazás. Gyengétségen alapuló egység. Tehát azt mondja, hogy házasságban nem beszélhetünk egységről a gyengétség nélkül. A szeretetnek az a fajta megnyilvánulása, amelyben megvan a tapintat, a finomság, a gyengétség, az érzékelése a másiknak. Érzékelem a másik lelkiállapotát, életét, küzdelmeit, harcait, és látjátok, hogy most nem csak a házasságban igaz, hanem a szeretett kapcsolatokban is igaz ez. Gyengéd vagyok, finom vagyok, érzékelem a másikat, és emiatt tudok tapintatos lenni, és megtanulok jól szeretni. Tehát úgy szeretni, hogy a másik szeretetnek érezze, és ne csak az én fogalmaim szerint legyen szeretet, ő meg úthengernek vegye, vagy hiány szeretetnek, vagy bárminek. Gyengétség. Gyengétségen alapuló egység. Azt mondja Jézus az ő parancsában, hogy ahogyan én szerettelek titeket, tehát azt mondja múlt idő, ahogy átéltétek és megtapasztaltátok, hogy én ahogyan szeretlek titeket, azt mondja, ti is éppen úgy, vagy úgy szeressétek egymást. Tehát a szeretet, mint olyan, nincs bennünk magunktól. Ez a típusú szeretettel nem rendelkezünk születésünktől fogva. Az ember akkor tud szeretni, ha van betöltve az életébe szeretet. És amilyen típusú szeretet van beletöltve, ezt a típusú szeretetet képes továbbadni másoknak. Amit már megtapasztalt szeretet és átélt szeretet, ennek a szeretetnek a valósága teszi őt alkalmassá arra, hogy ezt adja tovább valamilyen mértékben és módon. Nyilván ez már a személyiségünk keresztül jön, tehát ez már nem Jézus szeretete, csak annak a továbbadása. Valami olyan, ami hasonló, egyre hasonlóbb az övéhez. A Krisztussal jó közösségben lévő hívő ember megtelik tehát a Krisztus szeretetével, mely aztán tapasztalhatóan megnyilvánul a testvéri kapcsolatokban, és a már házas, a házastársi kapcsolatokban, és a gyermekeivel való kapcsolatban. Tehát miből érzékelhető, hogy én jó közösségben vagyok az Úrral? Miből érzékelhető? Bátran valamit mondjatok. A kapcsolatokban érzékelhető, és ott is miben? A szeretetben méghozzá a másikban lecsapódó szeretetemben. Tehát az, hogy én azt mondom, hogy jó közösségben vagyok az Úrral, ennek akkor van értelme, meg valódi értéke, ha a körülöttem élők, a velem kapcsolatban élők, leginkább a legközelebb álló emberek azt mondják, hogy szeretve vannak általam. Hát ekkor ez a bizonyíték annak, hogy én valóban Jézussal vagyok kapcsolatban, és nem a saját szellememmel, vagy valami gonosz lélekkel, vagy valami általam generált Istennel, akit én lehet Jézusnak nevezek, de ő nem, ez egy hamis Jézus. Hamis Krisztus. Miért? Mert az igazival való közösségben az ember megtelik olyan szeretettel, amit a hozzá közel állók is szeretetnek érzékelnek. Ezt mondja a Biblia, igaz? Elfogadjátok? De ha nem, akkor mindjárt még mondok pár dolgot, és olvasok igét. Igen. A Krisztussal való élő valóságos közösségből betölti a szívünket az ő szeretete Isten szelleme által, ami aztán megtermi az igazság szeretetét bennünk, de ugyanakkor az emberek iránti szeretetet is. Nincs olyan, hogy valaki Krisztus szeretetéből fakadóan csak az igazságot kezdi szeretni, de olyan sincs, hogy csak az embereket. Az igazságot is elkezdi szeretni, az Isten igének igazságát, de szeretni kezdi az embereket is. Ezért nem válik ítélkezővé, vagy kegyetlenné.
irgalom nélkülivé. Mert szereti az igazságot, de szereti az embert is, akit szeretne igazságra segíteni. És a gyereknevelésben is nyilvánvalóan akkor ez a fajta lelkület, mint gyümölcs, kezd egyre inkább megjelenni, mint mondtam, a személyiségünkön keresztül jelenik ez meg. Tehát soha nem tisztán Krisztus szeretetét fogjuk továbbadni, pusztán csak annyit, amennyit a szűrő átenged, tehát amennyire fel van laszítva már a szívem, amennyivel megtört az életem, amennyi irgalmat vettem magamba, kegyelmet és irgalmat vettem magamba az Istentől, amennyire meg van törve az életem, annyit tud megjelenni egy kemény szívből, nagyon kevés szeretet tud tovább menni. Tudjátok, mondta valaki, beszélgettem vele a nehézségekről, problémákról, azt mondja, hogy figyelj ide, ha nem lettek volna azok a nehézségek, nem lennél az, aki ma vagy. Akarjuk, nem akarjuk, ez az igazság. Az összetöretések által kezdünk olyanná válni, amin keresztül ez a szeretet nem csak be tud jönni az életünkben, hanem már vannak terek bennünk, hogy képesek vagyunk továbbadni is. És az egészséges szellemi életről akkor beszélünk egy érettségben, a szellemi életben, hogy ez a szeretet gazdagodik bennünk. Tehát több irgalom, könyörület, szeretet, mind az igazság szeretete, mind pedig az emberek iránti szeretet körülöttünk meg tud jelenni. Akkor beszélünk arról, hogy nekem valóságos közösségem van a valódi Jézussal. Nem valamilyen Istennel, akit én Jézusnak gondolok, és fel akarok használni a saját céljaimra, vagy az önmagam igazolására. Mert az a Jézus, akit én ismerek, az ő szolgálata az ego halálával jár együtt. Nem az ego felhízásával. És nagyon érdekes, hogy az érettség, a személyiség érése a keresztény életben, az pontosan azt jelenti, amit a Bibliában így olvasunk Bemerítő Jánosról, hogy nekem alábszállni kell az én egómnak, az én szerepemnek, és azt mondja, neki pedig emelkedni kell. És ez mindannyiunk életében így van, megspórolhatatlan. Megspórolhatatlan az alábszállások. Tehát amikor például megpróbálod jól csinálni, és nem sikerül, és csalódsz saját magadba. És be kell ismerni, hogy hú, annyira gondolom, hogy jó hívő vagyok már, aztán ekkora pofára esés, jól összevesztünk. Rájössz, hogy hát még kellett ez a megtöretés is. És azt mondja, hogy bocsáss meg, drágám, bocsáss meg, testvérem, apám, anyám, tanárom, bárki, gőgös voltam, büszke voltam, felfúvalkodtam, azt hittem már, hogy hogy, pedig dehogy. És ezek a megtörések, megtöretések teret nyitnak az életünkben, hogy beáradjon a szellemünkbe Isten szeretete, és alkalmassá is kezdenek bennünket tenni arra, hogy tudjanak hozzánk kapcsolódni az emberek. Mert a megtörésen keresztül vannak felületeink az életünkben. Egyre több ember tud kapcsolódni az életünkhöz. És a János, 1 János 4.18, hogy is mondja az elmondottakat a Szentlélek a Szentírásban. A szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, körülnéznél? Nézd meg körül, magad körül, tedd már meg. Keressétek a szemkontaktust egymással. Na hát erről van szó. Tehát akit látsz. Hát könnyű szereti az afrikai éhezőket. Küldeni 3000 forintot. De jó vagyok. Annyira jó vagyok. Odáig vagyok magamtól, hogy olyan jó vagyok. De hát nem erről beszél a Biblia, hanem akit látsz. Itt kezdődik. És az afrikai éhezőkön való segítés, az ott válik valósággá. Amikor mi tudjuk egymást szeretni, meg a feleségeddel, meg a gyerekeddel. A többi, az humbuk, az maximum holt cselekedet, amelyet fényezzük a saját lelkünket,
hogy elhiggyük, hogy milyen jók vagyunk. Még ezt is tudjuk önző módon csinálni, a segítést, amelyel magunknak rakunk ilyen piedesztákat, még két tégla, még, és egyre nagyobbnak látszunk, hogy annyira jó vagyok, nem? Tehát ezért mondja az írás, hogy a valóság, az igazság a szeretetben az, amit azok éreznek és tapasztalnak rajtunk, akikkel együtt vagyunk, akik látnak bennünket, akikkel találkozunk, akikkel sok időt töltünk együtt. De bizony, amikor sok időt kezdesz eltölteni valakivel, akkor megjelenik az, hogy el kell viselni a szeretetben a másikat. Ego halál. Megint letört valami az egódból, érted? Mert ez is benne van a Bibliában, majd meg fogjuk nézni. Viseljétek el egymást szeretettel. Miért? Mert ha közelebb kerülsz valakihez, látsz, ami fog, hogy miben más, mint te. És jó esetben biztos találsz 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 dolgot, ami idegesít. Nem így hívod. Mondhatod szebben is. Nem tetszik. Vagy mit tudom, megborzolja az ideg állapotomat. És ideg állapotba kerülök. Aki szereti Istent, a testvérét viszont gyűlöli, hazudik, mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szereteti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Ez abból fakad ugye, hogy a közösségből, az Istennel való közösségből, kapcsolatból, mint láttuk, a szeretet fakad, a megtapasztalt szeretet, és ez aztán tovább adott szeretetté válik. No, menjünk a házasság témánál, a kapcsolat megromlása folyamathoz. Ebből is sok olyan dolgot fogsz látni, ami más kapcsolati dimenziókra is igaz, barátságra, családi vonatkozásokra, testvéri kapcsolatokra vonatkozóan is igaz. Nyilván nem minden, de lesz benne olyan. Először is szögezzük le azt a bibliai alapigazságot, hogy Istennek terve van minden ember életére nézve. Tudtok el egy ámen mondani? Nem születik egyetlen ember sem a világra, a földre, anélkül, hogy lenne Istennek egy terve az életére nézve. És igazán az ember akkor érzi magát sikeresnek, nyilván a siker fogalma még egy kérdés, de akkor érzi magát sikeresnek, ha azon a sínen halad az élete, amelyre alapvetően Isten rendelt az ő életét, akkor érzi magában belül, hogy jó az irány, van értelme élnem, tudom miért élek, tudom miért vagyok ezen a földön. És ebben az isteni akaratban meggyőződésem, hogy benne van az is, hogy van valaki, akit te teszel teljesebbé, és akire meg neked van szükséged ahhoz, hogy kiteljesedettebb életet éljél. Ezt nevezzük keresztény házasságnak. Feleség. Tehát megtalálod a másik feledet, aki nélkül nem leszel teljes. Nyilván ugye a ritka eset, amikor valaki nem házasságra van rendelve, ez az elhívás, meg külön ajándék, de ez nem a standard. Általában az emberek úgy születnek el a világra, hogy házasságra vannak elhívva. Természetesen ugye vannak rendkívüli élethelyzetek. Ilyen volt a második világháború, amikor, emlékeim szerint, amikor nézek, mert a legjobb törés itt, 20 millió ember halt meg a másik. Nem emlékszel? De emlékeim szerint 20 millió áldozata volt, de nem is ez a lényeg, hanem a német társadalomnak jelentős része, ugye tudjátok, a végére már 16 éves gyerekeket vittek a frontra, meg a berlini csatáknál, ezek a Hitler-Jugendekből származó kis katonák voltak, és ezek haltak meg. Ezért az a helyzet állt elő Németországban háború után, hogy nem volt férfi. Isten pedig azt a látást adta a keresztény nőknek, hogy létrehoztak evangéliumi diakonissza rendeket. És elkezdtek az árvákkal foglalkozni, a szegényeknek segíteni, mert hát esélyük sem volt arra, hogy ők férjet találjanak, mert nem volt férfi. Mind meghalt. És az Úr áthidalta ezt a történelmi korszakot, az emberi bűn, a gonoszság ördögi mélységeinek a gonoszságának a következményét, az, hogy ajándékot adott asszonyoknak az egyedül valóságra, és betöltötte a szívüket azzal a szeretet indítatással, hogy másokon segítsenek, és így alakultak ilyen közösségek Németországban, olvasok utána az evangélikus egyházban. Tehát ezek viszont rendkívüli élethelyzetek, amiben Isten rendkívüli kegyelme nyilvánul meg. De arra vagyunk tehát elhívva, hogy Isten terve szerint éljük az életünket, ehhez meg kell vele találni a kapcsolatot, a Fia Jézus Krisztus kereszt áldozata által, hogy megvalljuk bűneinket, és oda ajánljuk életünket neki egészen,
akkor elkezd a megértés megjelenni az életünkben, és kezd kibomlani Isten életünkre vonatkozó terve, de nem azonnal, és nem teljes egészében. Ez pedig azért van így, mert ha mindent látnál, ami lesz az életedben, el se indulnál. Mert ma nem tudod, hogy milyen élet leszel 10 év múlva. És ha látnál, hogy 10 év múlva hol fogsz tartani, akkor nem tudod felfogni, hogy te ezt valaha is be fogod fogni, mert nem tudod, hogy mi fog történni vele 10 évig, mennyi kapacitás vagy növekedés lesz az életedben. Tehát ezért Isten bölcs nem mutatja meg, hanem ígérete szerint azt mutatja meg, hogy mi a következő lépés. Megmutathatna 2-3-at, de nem. Ő mindig a következőt mutatja meg. Lehet ad egy távlati képet, de az ígéret az, hogy vezetni fog Isten, és mindig a következő lépés mutatja meg. Ez az ígéret. Az nincs benne az ígéretben, hogy végiglátod az utat. Oké. A házassági kapcsolat lehet felépülő és leépülő tendenciában is. Nézzük meg akkor a leépülő fázist. Ezt azért nézzük meg, hogyha bárkinek a házasságában megszólal a riasztó bármelyik ponton, akkor szükséges a beavatkozás, hogy ne halljon meg a házassága. Mert a tendencia lefelé megy, a pusztulás felé, akkor végére fog érni. Csak időkérdése. Na nézzük, az első fázis ugye a romantikus fázis, mindenki a legjobbját mutatja. Hát amúgy is szerelem fülig, nyakig, minden, ugye vakát ezt mondja, a szerelem milyen jó, mindegyik, hát a szerelem az azt eredményezi, hogy olyan erős motivációt ad a férfinak, hogy a biztonságból kilépjen és valaki felvállaljon az életébe, mert azt látja, hogy Barbie hercegnő ehhez a lányhoz képest, smafu, hát ő a királynő, nincs szebb, nincs jobb nála ezen a világon, na, őt akarom. És akkor a férfi így bebódul, és ez a szerelem bódulat megmozgatja a egyébként a racionálisan gondolkodó férfit is, tesz egy lépést, hogy felvállalja valakinek az életét, és nyilván később a család életet, és akkor utána, mikor ez a valóságfázis megérkezik, akkor rájön, hogy azért a másik mégse Barbie hercegnő, hanem húsvér valóság. De hát, kedvesem, te is az vagy. Csak ezt néha nehéz beismerni. Tehát nászút, romantikus fázis, eufória, normális dolog, egészséges dolog, ez a része is, és azt gondolom, valahol benne is van a tervben. Aztán jön az átmeneti fázis, a házasság korai szakasza, elkezdünk berendezkedni, összeköltöztünk, ugye jó esetben, ugye most a keresztény metodikát alkalmazok, nem az élettársi kapcsolatból, a szociális jutatások, vagy családi jutatások miatt összeházasodunk, hogy legyen szocpol, meg nem tudom, csok, meg stb. Ugye így is lehet házasodni, de a Biblia más rendet lát, hogy nem kell kipróbálni egymás testét, meg az együttélést ahhoz, hogy tudd, hogy ki a te házastársam, és nem vezet téged. Ha ez nincs, nyilván marad a emberi hekkelés, tehát meg kell hekkelni az életet, és akkor ebből meg fakadnak olyan hátrányok, meg veszteségek, amelyek az Isten csodálatos tervéből kimarad, nem valósulhatnak meg az életünkben. Átmeneti fázis. És jön a valóság fázisa. Az első konfliktus. Első konfliktus. Este van, feküsztök egymás mellett az ágyba, összeszólalkoztatok. Kellett nekem elvenni. Kellett nekem hozzávenni. Ugye ez a valóság fázisa. És akkor a hívő embernek az életében ekkor jön a hit, és azt mondja a Szentlélek. Én vezettelek ebben, benne van a tervemben. És aztán jön a következő, ha mélyül a konfliktus lefele megy, hogyha meg felismerésre jutok, akkor rájövök, hogy vassal for meg a vasat, egyik ember a másikat, bizony soha nem változnék meg, ha nem lennék kényszerítve házastársam által. És elkezdünk változni, csiszolódni, formálódni, hogy nagyobb felületen tudjunk illeszkedni egymással. De ez a hit kérdés. És a Szentlélek azt mondja, én vezettelek téged ebbe házasságba, az Isten akarata szerint házasodtál, bíz bennem. És akkor nem az érzelmeid kezdenek vezetni, hanem a hit fog vezetni. Értékkülönbségek, te rendszerető vagy, mindent szépen élére hajtogattál, az okniaid, a gatyáid, a polóid, és akkor a másik meg egy picit lazább ezen a területen. Hol van az okni, nem ez a másik? Ez kék, ez zöld, össze van cserélve. És akkor ugye ezt fel kell dolgozni, hogy
más a rendről alkotott véleményünk, mert valaki a káoszban érzi jól magát, és mindent megtalál benne, valaki meg hát szeretné kicsit élére vasalni az idejét, meg stb. Kétségkívül ebből is vannak értékbeli különbségekből fakadó konfliktusok. Kulcsfontosság ebben a valóság fázisában, hogy képesek vagyunk-e, megtanultuk-e előzetesen kezelni ezeket a konfliktusokat. Vagy nem tanultuk meg jól kezelni. Miért? Mert ösztönszerűen a konfliktus helyzetekben, ami a valóság fázisában megjelenik egy kapcsolatban, ami alapvetően elkezd működni bennünk, ez a családból belénk égett konfliktus kezelési módszerek. Van, ahol szőnyeg alá söprés van, van, ahol menekülés van, van, ahol passzív agresszió van, van, ahol odaverik a tányért és ordibálnak azonnal. Valahogy kezelték otthon a konfliktust, amit láttunk. Az automata, a belső automatád, ez dobja azonnal ki, hogy ezt így kell kezelni. Tehát ez biztos, hogy a konfliktus helyzetben az első ösztönös reakcióm a családi belém égett minták. És akkor itt jön a következő dolog, hogy élet vagyok-e arra, hogy ezeket a mintákat felülvizsgáljam az igazság mérlegén. Isten igének igazsága mérlegén. És még mielőtt a konfliktus megoldásnak a családból származott eszközét elkezdem alkalmazni, megvizsgálom, hogy jó-e, és arra a célra vezet engem, ami az Isten szerinti cél, tehát a közeledéshez és nem a távolodáshoz. És ez az a helyzet, hogy évek iskolája. A házasságban ez évek, ezek most évek, amiről beszélek, ez nem két hónap, meg a mézesetek utáni fél év. Évek iskolája, sokban függ ennek a működése, mennyire nagy a távolság, de mindjárt erről is fogok beszélni, ezekben a dolgokban, tehát az életfelfogásban, értékrendben, a konfliktus megoldás kezelés módszerében. Nálunk a feleségem, ő ne beszéljünk róla, én meg azonnal oldjuk meg. Na most gondoljatok bele ezt a kettőt. Tehát egy konfliktusból mindjárt lett kettő. Mert én mentem, hogy azonnal, én megmondtam, hogy hagyjam békén. Én meg még rosszabbul éreztem magam. És akkor elment egy másfél év biztos, de lehet, hogy hét is az életünkből, míg valamilyen módon elkezdtünk megértésre jutni a másikkal kapcsolatban, és alkalmazkodni próbáltunk az ő szívéhez, megértéséhez, és így közös nevezőre jutottunk dolgokban, vagy arra, hogy nem értünk benne egyet, pont, kész, nem számít, vagy időt kell adnom neki, hogy feldolgozza, neki meg tudni kell, hogy azért annyi idő nincs, hogy az eltelt az élet, tehát hogy valamikor azért mégiscsak beszélni kell róla, nekem türelem kell, neki készség kell, és megvárni egymást. Valahol találkozunk középen. És akkor azt tudom mondani, hogy tök jó házasságunk van, mert képesek vagyunk kezelni a konfliktusokat, nehéz dolgokról is képesek vagyunk beszélni, ami a kutya nehéz, hogyha valami ilyen sok volt, sok keveset voltam otthon, és már elhanyagoltam dolgokat, akkor amikor szemben néz a feleségén, és mondja könnyes szemmel, hogy most akkor döntsd el, hogy bejáró nő kéne, vagy feleség, tehát... És akkor ez nagyon rossz érzés. De jó, hogy a kapcsolatunk olyan, hogy ezt meg lehet mondani, és az ember akkor érti, és változtat. Ez már egy érettség kérdése, hogy nem, hát mi, pénzt kell keresni, fel kell tartani családot, blablabla. Ja, persze. Hát akkor miért nősültél meg? Mert hát végig is akar vagyunk elhívva, hogy szeressük egymást, nem? Ez alap elhívásunk, nem a pénzkereset. És a pénzkeresettel akarom helyettesíteni, tehát a gondoskodással akarom helyettesíteni a szeretetet, akkor gyerekre van szükségem, minimum nem feleségre vagy férre. De hát a gyerek se elégszik meg az, hogy azt neki enni meg ruhát, az rá, ugye? Hanem fel kell tölteni a tankot szeretet szempontjából is. Oké, aztán ha a konfliktus mégis elmélyül, akkor jön a megtorlás fázisa a kapcsolatban. Ugye megbántottság, keserűség, és hát elkezd kifele érdeklődni mindkét fél, mert elhiteti vele az ördög, hogyha mást vettél volna el, máshoz mentél volna hozzá, sokkal jobb lenne az életed. Most általában szokott lenni, hogy az emberek elválnak, és egy ugyanolyat vesznek el, vagy egy nagyon hasonlóhoz mennek hozzá,
és lejátszák újra ugyanazt a etapot. Csak aztán annyira elfáradnak, hogy így már együtt maradnak. Mikor már 2-3 után vannak, akkor már belefáradnak, és azt mondják, hogy na jó, milyen jó lett volna ezt már egyel, kettővel hamarabb, minimum idáig eljutni, hogy megadom magam. Hogy megadom magam. Tehát a megtollás fázisa. Aktív, passzív agresszió, keserűség, nem szólok hozzád, semmi nem jó, nyers vagyok, durva vagyok, vagy mondom éppen, negligállak, nem létezel, ez a passzív agresszió, elkezdem büntetni a másikat, megtollok. Aztán az elutasítás fázisa, ez a kapcsolat halála, nem akarok tudomást venni rólad, végeztem veled. És ugye itt van ebben a fázisban, az elutasítás fázisában jelentkezik az érzelmi elhidegülés, és ez már elég súlyos válság a házasságnak, és egyébként az emberi kapcsolatoknak is. Amikor visszavonul az ember, nem haragszom rá, de nem is érzek jelent a semmit. És fizikai elidegenedés, tehát ez pedig a válás, tehát amikor már külön is teszik az életüket. Amíg a kapcsolat nem hal meg, tehát ez a fajta érzelmi sivárság nem lép be, hanem van valamiféle érzelem két fél között, megmenthető a házasság. Megmenthető a házasság, de csak is akkor menthető meg, ha mindkét fél ezt akarja, és tudatában van annak, hogy ezt ego halálával lehet csak megmenteni. Tehát meg kell halni önmagamnak, össze kell törni, és egy újat kezdeni. Amíg az érzelmi kötődés megvan, addig, ha mindkét fél ebben elkötelezi magát, meg lehet menteni a kapcsolatot, a házasságot, helyre lehet állítani, de csak is a mindkét fél elköteleződése mellett, és azzal, ha tudatában van annak, hogy az ego halála nélkül nem fog menni. Tehát összetörhetés nélkül ez nem megy. Itt is nagy szükség van már ebben a fázisban külső segítségre is. És az ego halála pedig azt jelenti a keresztény ember számára, hogy Krisztus élete láthatóvá kezd válni az én halandó testemben. Amen. Azért kell meghalni az egónak, hogy a krisztusi szeretet, irgalom, könyörület elkezdjen láthatóvá válni, amit akarázott eddig az ego. Galata levélben olvassuk, a Galata 2.20-ban Pál apostol mondja, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azaz megnyilvánulnak a Krisztusnak a tulajdonsága, és Krisztus személyiségnek jellemzői nyilvánulnak meg az én személyiségemen keresztül. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Tehát ugye ezt az életet pedig abban a hitben élem, abban a felismerésben, meggyőződésben élek, hogy Jézus annyira szeretett engem, hogy meghalt az én bűnémért. És ez ad utat aztán az ego összetöretésén keresztül a szeretet továbbadásának. És nyilván a kapcsolat gyógyulásának is. A Róma 12.13-ban pedig ezt olvassuk. Ne uralkodjék tehát a bűn, a lázadás, a céltévesztés a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak, tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyverévé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereként az Istennek. Ugye azt szoktuk mondani, add a szívedet az Úrnak. Én megelégszem, a szádatod adod. Mert az legalább látszik. Értitek, amit akarok mondani? Persze, én tudom, hogy a Biblia igazság, hogy add az életed, a szívedet az Úrnak, de ha a szádon ez nem látszik, akkor az egy nagy humbuk. Tehát, hogyha marsz, csípsz, lehánysz másokat, kritizálsz, követelőzöl, rágalmazol, vádolsz másokat, hazudozol össze-vissza, akkor a te szíved nem a Jézusé. Ezért mondom, én meg elégszak a száratod adod. Mert előbb-utóbb rájössz, hogy a szíved nélkül az sem fog menni. Tehát gondoljunk bele, hogyha megtérne a szánk. Tényleg megbánnánk a nyelvbűneit, és megtérne a szánk. Ugye? Tudom, hogy a szív teljeségből szól a száj, tehát értitek, amit akarok mondani. Én már a gyümölcsről beszélek, ami láthatóvá kezd válni a belső valóság részéről. És mégiscsak ez a lényeg, tehát nem beszélhetünk a szív átadásáról, hanem jelenik meg valami gyümölcs az életünkben. És mondjuk a beszédünk, amit annyit
annyira két alkalommal is szóltunk erről, elkezd gyógyítani. Meggyógyítani kapcsolatokat. Megbékíteni embereket. A távolságát közelíteni embereket egymáshoz. Tehát kezd a beszédünk által egy áldás jönni azokra, akik hallgatják a beszédünket. Tehát ugye azt mondja az írás, adjátok oda a tagjaitokat az igazság fegyvereiként az Istennek. És egyet emeltem ki a szájat, amivel legtöbbet vétkezünk egyébként, de nagyon sok áldást is tudunk továbbítani. Ha egy házasság meghalt, tehát érzelmileg kihűlt, és az emberek már nem gyűlöletet nem éreznek egymás iránt, hanem egyszerűen közöny. A közöny van bennük. Ezt emberileg lehetetlen helyre tenni, de ami embernek lehetetlen, Istennek lehetséges az, mert Isten az, aki a halottat fel tudja támasztani. Igen, de ez sem megy mindkét fél világos és egyértelmű elkötelezettsége nélkül, hogy ők akarják helyre tenni az életüket. Tehát ez nagyon fontos. És azért nehéz, mert nincs érzelem. És ez rémisztő. Tehát rémisztő. És ebben a helyzetben azt mondani, hogy a hit, tehát a remélt dolgok létéről való meggyőződés. Tehát van egy hitem, hogy vissza fog jönni az érzelem, és helyre fog állni a kapcsolatom. Tehát ez azért rémisztő hinni ebben, mert nincs semmi, ami ezt alátámasztaná bennem. Tehát van olyanban hiszek, ami reménységben talál, azt mondom, hogy Isten tényleg meg tudja ezt csinálni, és megragadom ezt hittel, hogy ez majd be fog lépni a házasságomba az életünkbe, és újra fogok érezni. Újra fogom szeretni a másikat. Meg fog újulni a kapcsolatunk. Ez nagyon nehéz, ez nagyon rémisztő tud lenni, amikor eljutunk olyan kapcsolati mélységre, hogy már kihűlt a szív. De Istennél lehetséges. Istennél ez lehetséges, a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látod a dolgok létéről való meggyőződés. Látjátok ott a képen is, fickó azt mondja, nem fog menni. A hölgy azt mondja, dehogy nem, drága. És akkor imádkozik magába, hogy gyógyuljon meg, álljon helyre, jöjjön a szabadulás. A helyreállás az lelki gondozói segítségre van szükség, és nem pszichológusra. Az a baj a mai kultúránkban, túl van értékelve a pszichológia, és alul van értékelve a szellemi felkenetésből fakadó és tapasztalatokra épülő lelki gondozás. A pszichológus csak akkor fog tudni segíteni, ha az evangélium alapkövén áll, és teljes hittel van afelől, hogy Jézus Krisztus tud megszabadítani, és gyógyítani, és feltámasztani. Különben csak diagnózis képes felállítani, ami nem haszontalan, csak gyógyulást nem hoz. Tehát nem haszontalan egy beszélgetés, de nem fogsz meggyógyulni. Tapasztalt lelki gondozókra van szükség, és szolgálnak felétek, időt szánnak rátok. Miért? Mert fogtak annyi szeretetre a szívükbe, hogy van belőle nektek is. Ezért. Ez nem azt jelenti, hogy ennyi az óradíj, és nem jut sehova, hanem Isten lelke felindította, hogy segítsenek rajtatok. És akkor egy olyan kapcsolatba kerülsz ezekkel az emberekkel, hogy te vagy a segítettők, meg a segítők. Nem egyenrangú felek vagytok. Azaz, tiszteleteket az embereket, és szót fogasz nekik. Különben nem tudnak segíteni. Ha te haverna címének tartod a pásztorodat meg akinél te egyébként okosabb, meg jobb vagy, meg szebb is vagy, akkor nem fog tudni a Szentlélek segíteni rajtad. De most se egyébként. Tehát most ebben az igehirdetésben is annak a függvénye, hogy Isten szelleme tud-e rajtad segíteni, szólni hozzád rajtam keresztül, az, hogy hogyan nézel rám, mint Krisztusban testvéredre, aki kapott ajándékot, esetleg valami tapasztalatot, bölcsességet, és fogod ezáltal, tehát abba a helyzetbe teszed magad, ahova Isten igéje mondja, akkor leszel áldva. De te okosabb vagy mindenkinél. És azt hiszed, neked kell tanítani mást, akkor senki nem fog segíteni rajtad. Tehát lelki gondozásban van a gondozó, meg a gondozott. Ez nem egyenrangú fél, a kettő. Megengeded, hogy valaki kívülről rálásson az életedre, és megmondja neked azt, amit ő lát onnan. És ezt kész vagy elfogadni. És hiszed, hogy a Szentlélek bölcsesség által, személyes tapasztalatok által, Isten kegyelméből jön a gyógyulás. Megéri. Sokkal inkább megéri, mint a válást
választani. A válasz egy katasztrófa, anyagilag, érzelmileg, elköltsileg, ha már gyerekek vannak, az ő életükre nézve is. Menjünk tovább. Tulajdonságok, amelyek gazdagítják a kapcsolatot. Felsorolási jelleggel fogom mondani, szerintem nagy részt érteni fogjátok, ilyen részletességgel már ezt nem fogom kifejteni, de mint mondtam, a első fél éves házas körön fogunk foglalkozni a házasokkal, akik eljöttök majd, a házasság egészsége témával, már ott már csak házasokkal, de úgy ezt a témát ott majd gyakorlati részről még mélyíteni fogjuk. Tehát nézzük meg azokat a tulajdonságokat, amelyek gazdagítják a házastársi kapcsolatot, és mindig hallhatjátok ki belőle a kapcsolatokat, úgy általában is. Ezek közül több a Szent Szellem és az Ige által a keresztény közösségben csiszolódik. Tehát ezek közül a tulajdonságok között több úgy fejlődik, hogy bele vagy plántálva egy keresztény közösségbe, egy gyülekezetbe, és Isten Szelleme ezeken a kapcsolatokon keresztül elkezd dolgozni az életedben. És ugye ezért szokott az lenni, hogy azok nem fejlődnek, akik kiugranak ezekből a kapcsolatokból, tehát elszigetelődnek. Tehát egy gyülekezettől nem csak úgy lehet elválni, hogy elmentél, hanem jelen is lehet lenni, úgyhogy nem vagy itt. Hát elválasztod magad. És ezzel megfosztod azt a kölcsönhatást, amit Isten Szelleme az életeden keresztül dolgozni akar, munkálni akar a másikat használva. Vagy téged az ő életében használva. Nézzük a Péter levelét, az 1 Péter 2.1-et. Azt olvasjuk itt, levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet, és minden rágalmazást. Hogy gyönyörű. Mint újszülött csecsemők. Ez a maga ártatlanságával. Együgyűségével. Mi az együgyű? Cici, kajakajakaj, tej. Milyen a csecsemő, nem? Együgy. Alszik, eszik. Táplálkozik, növekedni akar. Mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki szellemi tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, a szabadságra, az örök életre, mivel megízleltétek már, hogy jóságos az Úr. És a 2 Péter 3.15-től a mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösségesnek tartsátok. Ahogyan a szeretett testvérünk Pál is megírta nektek a neki adott bölcsesség szerint, szinte minden levelében, amikor ezekről szólt. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az álhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. Ti tehát, szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévegései, tehát ez nagyon érdekes kifejezés, az elvetemült. Ugye deformálódott, kificamodott, eldeformálódott, szellemű, lelkű ember az elvetemült. Kifordul magából. Szoktuk mondani, igaz? Akkor valaki úgy kezd viselkedni, hogy megdöbbensz, hogy nem is ezt az embert ismertem. Hát, hogy viselkedik ez? Hát igen, mert bizonyos szellemek elkezdtek hatással az életére, vagy tanítások, vagy önigazság, vagy stb. És kifordul magából. Igen. 17. verset, titás szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévegései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek, azaz a meggyőződésem, hogy van igaz szeretet. Ha 25-ször csalódok, akkor is az a meggyőződésem, hogy van igaz krisztusi szeretet. És van jó keresztény házasság. Ha vállásokat látok, tönkrement életeket látok, az én szent meggyőződésem mégis az ige alapján, hogy van jó is. Van igazság. Ne veszítsétek el a meggyőződéseteket, mondjuk ugye nyilvánvalóan az alapvető meggyőződésünk az evangéliumi hit, az, hogy Jézus Krisztus Isten fia, ki testben jött el bűntelenként, és meghalt a mi vétkeinkért, feltámadt a harmadik napon, felment a mennybe, és vissza fog jönni. És aki benne hisz, megvallja bűneit, bűnbocsánatot nyer, és atyává lesz az Isten, közösségbe kerül az élő Istennel, Jézus áldozatán keresztül. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztus ismeretében, megismerésében. Övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen. Tulajdonságok tehát. Nézzétek, igyekszem nem nagyon elkalandozni, fókuszálni.
alkalmazkodó képesség, rugalmasság. Rendkívül fontos dolog a házasságban, hogy tudjak alkalmazkodni, és ne csak azt várjam, hogy minden úgy legyen, hogy én akarom. Rugalmasság. Végig gondolni azt, hogy érdemes ennek neki feszülni. Érdemes ezen vitatkozni, veszekedni. Vagy nem számít, nem lényeges. Érdemes-e 5 perccel később indulni, vagy 5 perccel hamarabb indulni, és jól összevezni? Vagy inkább induljunk 5 perccel később, és majd legközelebb megbeszéljük, hogy hogyan lehetne pontosnak lenni. Mert értsétek meg, hogy nekem ez fáj, ez kínos. Én nem tudom, ezt lopásnak tartom. És akkor lekommunikáljuk. Csak nem biztos, hogy ott adott helyzetbe kell ezt. Rugalmasság. Érzékenység a mások igényei, fájdalmai iránt, a szeretet tapintatos, odafigyel, érzékeli a másikat, érzékeli a változást. Akik régebb óta vagytok házasok, tudjátok nagyon jól, hogy nincs titok. Hát, hazam így, látod a másikon, meg ő is rajtad, olvas. Mi a baj? Semmi. Dehogy nincs. Hát, látom. Hát nem olyan vagy, mint szoktál. Olvassuk egymást. És ez egy csodálatos ajándék egyébként. Ez már kell egy mélység. Igényeit, és mi az, ami fontos neki. Persze ez kell a kommunikáció is, hogy meg is osztuk egymással, és ne jós gömböt akarjunk vásárolni, másoknak kitalálja, hogy mi a bajunk. Problémák megoldásának képessége. Ugye ez is egy fontos építő köve a kapcsolatnak, hogy képes vagyok nem szőnyeg alá söpörni, nem felfújni, hanem megoldani a problémákat. Szeretet adásának és elfogadásának a képessége. Nem mindenki hozza ez otthonról. Otthon egy szeretett szegény közegben valaki felnő, ahol nem fejezték ki egymásért a szeretetet a családtagok. Nagyon nagy bajban van a házasságban, mert nem tanulta meg ezt otthon kifejezni. Ezért szintén szüksége lesz, hogy figyeljen a házastársára, és talán külső segítségre is, hogy hogyan működhet ez. Aztán érzelmi stabilitás. Ugye, aki depresszív hajlam, vagy az indulatán képtelen uralkodni, és állandóan ilyen nagy amplitúdókkal éli meg az érzelmi életeit, tehát az elég fárasztó tud lenni a környezetének. Te tudod, mi a baj, hogy semmi. És akkor mindenkit büntet, érted maga körül? Még az is jobb lenne, hogy hagyjatok most békén, nagyon kérlek titeket, a ma este, mert fel kell dolgoznom XY-on, és kész, akkor békén hagyják. De együtt élni valakivel, aki nem tud az érzelmei felett uralkodni, hanem az érzelmi inkontinencia jellemzi, tehát nem tudja tartani, nem tud uralkodni rajta a Szentlélek ereje által, az borzalmas. Borzalmas együtt élni egy olyan emberrel. Az érzelmi stabilitás azonban képes vagyok kezelni az érzelmeimet, ez egy érett személyiségnek a jellemzője, és azt gondolom, ezzel az érettségre akar bennünket eljutatni a Szentlélek. Aztán kommunikáció képessége, tehát úgy vagyok képes elmondani a gondolataimat a másiknak, hogy meg is értse. És azt értse már, amit mondani akarok. De nem csak ennyi a lényeg, hanem ugyanez a nyitottság jellemez engem is felé. Érdekel a másik. Aztán hasonlóság a partnerhez, vannak közös dolgaink, érdeklődési területünkkel vannak közös dolgok, amik motiválnak bennünket, lelkesítenek bennünket. Milyen nagyszerű a keresztény embernek, alapvetően több ilyen dolog is van, abból fakad, hogy keresztény. Tehát mi például még hajnal egykor felkeltünk, és kerestünk egy dicsőítő dalt, ami bennem ott ment, és kerestük még a neten, hogy dúdoltuk, aztán dúdoltuk, most megvan, mondom, megvan a dallam. És csak elkezdtem dúdolni, nem találtuk meg egyébként, de találtunk másik két nagyon jó dalt. És ilyen jó volt, hogy nem az volt hajnal, egyként 0 óra 48 perc volt, ugye kerestem, de az, hogy adjál már, mi majd van, ahogy akarok. Hanem, de jó ez a dal, de jó ez a dicséret. Nem mondom, hogy mindig így reagálnék, bocsi, de tegnap tere voltam Szentlélekkel. Hát egy olyan csodás alkalom után, itt voltunk ilyen nap, hát, ha akkor nem vagyok jól, akkor mikor? Érted? Hát akkor már nagy baj. Imád a dicséret, szolgálat, testvéri közösség, hát tök jó volt, áldás volt. Tehát érdeklődési kör, mozdulás. Amikor Gyüli Pántálásba indultunk, nagyon nagy élmény volt számunkra, hogy a kicsi gyerekek, ugye jött az első gyerek, aztán a másik gyerek, elvált a szolgálatunk, én az ifiben rengeteget voltam, késő estig ott voltam fiatalokkal, nyilván Mónika nem tudott jönni a kicsi gyerekkel, ő a hátország biztosította. De amikor megérkeztünk a gyerekek Pántálásba, élmény volt azt látni, hogy a szívünk ég. Hogy ugyanúgy lobog a szívében ez a vágy, mint az enyémben. És erről beszélgettünk, ez volt a témánk. És nagyon jó időszak volt az is. Oké.
Hasonlóság a partnerhez, tehát vannak közös dolgaink, hasonló családi háttér és nemzetiség. Ezt én nemzetiséget én tettem hozzá. A más nemzetiség, más vallás, más családi kultúra átjudalása, tehertétel a kapcsolatom van, tehát ebből egy-kettő biztos, hogy van, amit át kell hidalni, de biztos, hogy tehertétel lesz a kapcsolatunkban, amit fel kell dolgozni, fel kell ismerni, meg kell oldani. Ilyen helyzetben, ugye, hogyha nem tudják feldolgozni, hanem egymásnak feszülnek ezekben a különbözőségekben, tehát le akarják nyomni egymás torkán a sajátjukat, vagy fogad el az én családomat, de én nem fogadom el a tiédet, akkor vagy szétmennek, vagy ha nem történik megoldás, akkor valamelyik feladja önmagát. És behódol, és meg van fosztva az ő családi kapcsolataitól, meg az ő értékeitől, jó értelmet hagyományaitól, mert behódol annak a családnak. Láttam ilyet is sajnos, amikor valaki kész volt megsemmisülni, minden barátjával megszakította a kapcsolatot, a szülőivel megszakította a kapcsolatot, igényelte az a család őt egészen. Aztán létrehozott utódokat, és kirúgták. Csend van. Valóság, megtörtént eset. És találkoztam azóta vele, és borzasztó fájdalom, hogy ő mindent feladott, gyakorlatilag önmagát is. És miközben feladta teljesen magát, értéktelenné vált. Csak hogy jó legyen. Mert az a legjobb, amit a másikhoz. Miért? Hát biztos van érték a tiédben is. Ami érték lehet a másik számára. Ha más nem, a rosszból való okulás tanulás, hogy te mit nem akarsz úgy csinálni. Az miért nem érték? Te azt átélted, megtapasztaltad. Az a tiéd. Tehát tisztelem a másikat a családjával együtt. Az én feleségemnek az édesapja alkoholista volt, mikor elvettem feleségül. De én tudtam, hogy alkoholista az apja. Én szerettem az apját is. Meg őt is. Én úgy vettem el feleségül, hogy én nem akartam tudomásul venni az apósomat, hanem azt mondtam mindig, bocsáss meg neki. Aztán meg elmondtam apósomnak is, hogy egy családot már tönkretettél, másikat nem fogsz. Meghalni egyedül is tudsz, de ha más életet szeretnél, mindenben számíthatsz ránk. És apósom megtért, megszabadult, új életre jutott. És elment a mennybe. Tehát meghúztam a határokat, mert a szeretet ilyen. Aztán megéltük azt is, aki elitta minden vagyonát, hogy elment dolgozni, és vette egy biciklit az unokájának. Ez egy óriási dolog volt apósomtól. Csodálatos ajándék és kegyelem. De értitek, ha elfogadsz valakit, akkor azt őt úgy fogadod el egészében. Jó. És akkor a házasság egészségéhez szükséges kulcsterületek. Még néhány ilyet mondok, és azt mondom, nem beszélek sokat. Ez még kevesebbet fogok. Nézzétek meg, 10 ilyet hozok elétek. Elkötelezettség a házasság iránt, a házasságban. Tehát, hogy én házas vagyok, el vagyok kötelezve, nincs harmadik. Jó kommunikáció, szintén egészséghez vezet, tehát beszéltem erről. Élettel teli lelki-szellemi közösség. Tehát van közös szellemi életünk, igében való közösség, megosztjuk, mit kaptunk az úton, dicsérjük az urat, szolgáltunk fel együtt, támogatjuk együtt egymást. Része vagyunk a keresztény közösségnek, aktívan szellemi életünk van, valódi szellemi életünk van. Nagyon nagy vitalitást ad egyébként a keresztény közösség egy házasságnak. Nagyon előteljes visszahatása van, ha jól gondolkodok erről. Aztán hatásos konfliktus megoldás, ugye erről is beszéltem, más emberek befolyása, hoz való viszony, tehát két hibát követhetünk el, engem nem érdekel senki, ne szóljon bele, másik meg valaki, mondjuk az anyós, az após, vagy nem tudom kicsoda, meghatározza az életünket, és nem tudunk önállók lenni. Tehát megbeszélünk valamit, hazamegy a fickó az anyához, vagy a hölgy, és akkor jön vissza, hogy teljesen más. Miért? Hát anyám ezt mondta. Hát bocsi. Hát ez én bírnám elviselni. Hát de gondolom, tese, megegyeztünk valamiben. Hát most felülírta a mi életünket egy más valaki. Ugye ez is egy komoly hiba, de az is hiba, ha nem fogadok el tanácsot senkitől. Szülőktől is például. Hát meg lehet hallgatni őket, csak meg kell beszélni, hogy ne várják azt, hogy azt csináljuk. Mert hát hibázhatunk is. Ha meg nem kérdezik a véleményemet, akkor meg nem mondom. Értitek? Mert ugye mi gyakorló szülők vagyunk ezen a területen is.
a vejem ott ül meg, a lányom is, majd visszacsekkolják, hogy mennyire működik jól. Oké. Jó kommunikáció, élete, igen, más. És aztán jön a hatodik, szexuális intimitás, ugye erről volt szó a legutóbbi házaskörön, az intimitás kérdéséről, kulcsfontosságú, ugye, hogy tiszta legyen a házas ágyunk, tehát nem a kívánság szenvedélye, azaz nem szexpartner a másik pusztán, hanem szeretem őt, őszinte szívvel, kölcsönösség van benne. Idő, szórakozás, a pihenés, a kikapcsolódás, egy anyagból vettem át, meg is mondom, kitörlöm a szórakozást. Ez nem olyan szent. Tehát figyelj, mégse. Mert azt gondolom, elmenni egy színházi élményre, egy koncertre, ami építő nyilván szeret, ezt megnézni egy filmet együtt, amiben van egy csomó érték, Lali Bazsai, elmenni egy Fradi meccsre. Hogy ez szórakozás, de a kapcsolat, a barátok, van egy csomó érték benne, amit meg tudsz fogalmazni, hogy ez érték neked. Tehát igenis szükség van arra, hogy ne gyepes egyben, ne legyen kiégett ember, hogy megtaláld az egyensúlyt az életedben. Mondom ezt magamnak is. És hogy pihenés is legyen, és ebben is nagyon nagy segítség tud lenni a házastárs egymásnak is. Figyelünk egymásra, érzékeljük, ha valami nem jó tendencia van. És aztán a reális elvárások önmagunkkal kapcsolatban, egymással kapcsolatban, egzisztenciális kérdésekben, anyagilag, a terveinket tekintve, tehát reálisak vagyunk. Aztán egymás szolgálata, nagyon fontos dolog, hogy nem kiszolgálom magam másikkal, hanem kölcsönösség jelenik meg a egymás felé való fordulásban, szolgált készség, és személyes növekedés is megjelenik, tehát nem ott tartok, ahol tartottam, hanem van bennem növekedés. A szeretetben, a türelemben, tehát azokban a krisztusi jelenvonásokban, amikről beszéltünk is néhányról. És akkor az egymás igék, nem tudom mióta beszélek, valaki tudja? Egy óra? Uram, atyám, de nem baj. Most viszont szeretnék néhány igét felolvasni nektek. És tényleg megpróbálom megállni, hogy nem szólok hozzá. Figyeljetek, néhány olyan ige, amely olyan, mint a gyógyszer. Ha beveszed a szívedbe, elkezd dolgozni benned. Olyan, mint a táplálék. Ha megeszed, akkor erőt fog adni neked. Több igét fogok, egyébként az egymás igéket, ha megkerestek a Bibliában, egy bármilyen keresővel ki tudjátok keresni, és érdemes arra elgondolkodni, hogy mit tanít a Biblia. Tehát mit jelent az, hogy valóban keresztény vagy? Hogyan fogsz viselkedni másokkal? És vegyük be a szívünkbe, mert ez a Szentlélek által erőt fog nekünk adni. Változtatja a gondolkodásmódunkat. Változtatja a szívünk indulatát. Nézzétek! Békesség! Már 950. Jó a só, de a só ízletlenné válik. Hogyan adják vissza az ízét? Legyen bennetek só, és békességben éljetek egymással. A szeretet. Új parancsolat adok nektek, hogy olvastuk is, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szeretteletiteket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Elkötelezettség. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek. A tiszteletadásban egymást megelőzők. Tiszteletadás. A testvérszeretetben, ugye ez a másik része, legyetek egymás iránt gyengédek. Tiszteletadásban pedig előzzétek meg egymást. Egyetértés. Egymással egyetértésben legyetek. Ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat, ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Építés. Azokra a dolgokra törekedjetek tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Elfogadás. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket Isten dicsőségére. Tanítás. Én pedig, testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve teljes ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Törődés. Hogy ne legyen meghasonlás a testben, ugye Krisztus testéről beszélünk, a gyülekezetről, benne házasságról, családról, hanem kölcsönösen gondoskodjatok egymásról, a tagokról, ugye egymás között. Aztán szolgálat. Mert ti testvéreim szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság nehogy üdülj legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Terhordozás. Egymás terét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Kedvesség. Viszont lehetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok,
Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Megbocsátás, ugye, az előbb igének a másik fele. Aztán a Kolossi levélben. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Engedelmesség. Engedjetek meg, engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Vagy ugyanúgy ti, ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyi elejetek alázatosak. Mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Vigasztalás. Vigasztaljátok tehát egymást Istennek drága igéjével. Az építés. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Buzdítás. Sőt, buzdítsátok is egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közöttetek valaki a bűncsábításától. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Bátorítás. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, a közösségünket, az összegyülekezést is, értjük ez alatt. Ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást, annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Bűnvallás és imádság. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, ugye ez a biblikus lelkigondozás egyik alapigéje. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Könyörületesség. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Vendégszeretet. Lehetek egymással vendégszeretők, zúgódás nélkül. Alázatosság. Ugyanígy ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten ugye a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. És végül Jakab apostol pecsétje mindenre, legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok önmagatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az ember, aki tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugye magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi a cselekvése az igének. Akkor megcselekszi az igét. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak kegyessége hiába való üres. Tiszta és szeplőtelen kegyesség, mert Istenre tetsző élet, ugye a kegyes élet, Istenre tetsző élet, az Isten és az Atya előtt ez meglátogatni az árvákat és az özvegyeket a nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól, tehát a könyörület és az életszentség, ami a valódi Krisztus követésből ered. Bátorítalak titeket, hogy fogadjuk be Istennek az igéjét, a lélek által teremjen ez bennünk valódi cselekvést, megélést, és ha valaki beleragad dolgokban, megkötözte őt a sátán, nem bír kijönni belőle, vagy válságba került házassága, minél hamarabb kérjen segítséget. Aki bűnben van, vallja meg a bűneit, és ha nem sikerült egyedül ima és bőjt által megszabadulni, akkor szabadulni keressen egy életvezetőt, imádkozzanak érte, hogy megszabaduljon a szenvedésből, és ha bármi olyan dolog van, ami nyomasztja a lelketeket, és nem tudtok kijönni belőle, ne maradjatok benne egyedül, mert a szeretetnek ez a valóságos megélése, hogy szolgálunk egymás felé. Isten áldja meg titeket. Amen.